Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit! A mai weekendben látványos és hasznos témákat hoztunk. Pszichológusat, tanácsokat azoknak, akik már nehezen viselik a jelenlegi helyzetet, és guggolásokat is csinálunk Roma Ádámmal. Megmutatjuk majd, mennyire élvezik a Pumika havat, és tűnemez babákról is szó lesz. Először azonban emlékezzünk meg január 22-éről, a Magyar Kultúra Napjáról. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja már 1989 óta. A feljegyzések szerint Kölcsei Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A megemlékezés ötletét Farsang Árpád zongora művész vetette fel 1985-ben, majd a Hazafias Népfront országos tanácsa felhívására 1989. januárjában megszervezték az első évfordulós rendezvénysorozatot. Azóta minden évben megünneplik ezt a napot a kulturális intézmények, normál körülmények között kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi estéket és színházi előadásokat tartanak. A koronavírus járvány azonban ezt is felülírta. 2021-ben megyénkben minden múzeum, könyvtár és színház online formában tart megemlékezést erről a napról. Érdekesség, hogy 1989-ben a Magyar Kultúra Napján hunyt el Kossuth és Baumgartner díjas magyar költő Vörös Sándor. Én éjjel dolgozom, mert akkor van nyugalom. Nem csenget a telefon, vagy a postás, vagy a díjbeszedő, vagy a látogató, vagy a munkatárs. Úgyhogy az éjszaka adja meg azt az egy hullámú nagy darab időt, amikor dolgozni tudok. 1943-ban pedig ezen a napon született Cseh Tamás Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar zeneszerző. E szó jó, csönd vagyok, csönded neked. Fölöttünk forognak lassú egek. Most elmondtam, hogy neked ez mennyit ér? Se jel, se láng, csak csönd, mely égig ér. Ha egy kis játékbabának nincs kifejező arca, akkor nem gátoljuk vele a játszógyermek szabad fantáziáját. Ilyen kis tűnemez babákat készít következő vendégünk, Friedrich Noémi. Szia, jó Sziasztok. Estét! Hát aki a színpadon lát, azt el se tudja képzelni, hogy neked van egy ilyen másik éned, vagy egy másik arcod. Igen, milyen múltra datálódik ez a szenvedély? Ez a szenvedély, ez most 3 éves, tehát 3 éve kezdtem el tűnemezelni, amikor visszatértem a lányok születése után a színházba. A legjobb időszakot választottam. Akkor már annyira tele volt a hócipőt szerintem mindennel, hogy azt mondtad, hogy jó, oké, anyaság pipa, akkor csinálok valamit a többi anya kedvéért, vagy lehet, hogy egyébként tényleg a visszatéréshez kellett még valami kis plusz, ezt valójában most ne fejtsük meg. Én tudom az okát. Ja, szóval, akkor megmesélj, valójában ez úgy született meg, hogy éppen azért, mert visszatértem a színházba, és az esték nem anyával történtek, és tudjuk, hogy milyen fontos szerepe van egy altatás fürdetésnél egy anyának, és kerestem valami megoldást arra, hogy egy ilyen anyahelyettesítő érezzék, hogy ott vagyok, valami kis kedvesség. Sose volt ilyen kedves plüssük, vagy ilyesmi, mindig én voltam az. Tehát én voltam mindig a kis nyúnyó. Minden gyereknek van nyúnyója, az enyémeknek én voltam. Szerencsére megtehettem, hogy otthon voltam velük 3 évig. És amikor eljött ez a pillanat, hogy az estéim a színházba kezdtem el tölteni, akkor kerestem egy valami apróságot, valami finomságot,
és abban az időszakban olvastam egy mesekönyvet nekik, amiben bár a kistesó születése miatt, de az anyuka két kis angyallal lepte meg a kisrácokat, amíg ő a kistesóval a másik szobába, addig az angyalok vigyázzák az álmukat. És gondoltam, ezt olyan sokszor olvastam már a lányoknak, hogy ez ismerős lesz nekik, meg megnyugtató. És akkor már a nagyobbik lányom elkezdte a Waldorf óvodát, én ott találkoztam újra a nemezeléssel, mert gyerekkoromban rengeteg kézműves táborban voltam, és ott a vizes nemezelést már ismertem, a tűnemezeléssel még csak most találkoztam. És akkor az óviba jött a gyapjú, és teljesen elvarázsolt ez a finomsága, ez a puhassága, olyan, azt éreztem, hogy ez olyan igazi anya. Pont az, olyan amit te adni akartál, ugye Miának és Lilinek. Igen. Mi a különbség egyébként a tűnemezés a vizes nemezelés között, mert ugye szerintem ezt a nézők nem biztos, hogy ismerik, meg én most itt egy ilyen kis angyalkát kézbe vettem, annyira tényleg olyan kis finom, puha, még felnőttként is az embert valószínűleg megnyugtatja, egy kicsit olyan, mint a stresszlabda, csak egy picit más. Tehát el tudom képzelni, hogy amikor a lányok ezt a kezükbe vették, akkor valóban azt a szeretetet érezték, amit egyébként csak te tudsz. Igen, nekik, és egy gyapjúnak van egy olyan tulajdonsága, hogy az illatokat magába szívja, és megtartja, igen. És hogyha anya illatot mondjuk rácsepegtetsz, vagy illóolajat, akkor hosszú-hosszú ideig megtartja magába, és akkor ettől is ilyen otthonos érzet. Szóval a vizes és a tűnemezelés között az a különbség, hogy a vizes nem ezelés az szappan és meleg víz. Olyat még én is csináltam. És akkor gyúrod hosszan. És nagyon hosszú ideig tart. Na, a tűnemezelést képzeld el, hogy egy darab ekkorka tűvel csinálsz 6 millió szúrást, mire a vizes nemezelésnek is ugye az a lényege, hogy ezek a gyapjúszálak összegubancolódjanak, de ugyanezt éred el ezzel a speciális tűvel, annak a fogazata fordítva van bevagdosva, és ahogy húzod ki belőle, akkor csomózza össze. Aha. Most egy ilyen angyalnál gondoltam, hogy kéne valami lépésszámlálat, hogy valamit rátenni a kezemre, hogy vajon hány tűszúrással készül egy ilyen, de hát ez több, nem is tudom, több száz. Több és ezt már tanítod is? Mert hogy itt egyébként minden van, mesebőrönt, korona, hát az egyik kedvencem, a kis gesztenye baba, aminek ott van a gesztenyéje is, tehát itt tényleg csak a fantázia szabhatár, Betlehem, kép, nyusz is kép, tehát tényleg, még lehet, hogy most szerencse, hogy van ez a helyzet, és nem kell estéről estére a színpadon állni, mert gondolom, hogy ezen a területen most aztán minden premiéred megvalósíthatod. Valójában mi már dolgozunk a színházban, szóval minden este próbálok, és minden nap, szóval megindult a munka, csak a nagy közönség előtt zárva vannak még a kapuk. De valóban az első hullám alatt, amikor tényleg minden bezárt, akkor nekem ez volt a Mencsváram, én ide menekültem, és itt éltem ki az alkotási vágyamat, és lendült be az egész vállalkozás. Egészen olyan szintre, hogy ezt nagyon büszkén mondom nektek, hogy megkaptam 2020 legagilisebb vállalkozói külön díját, de Zsolya Communication-t. Szóval én magam is csak pislogok, hogy ez a kis hobbi, ez a kis szerelem innyivé kezdi kinőni magát. Hát úgy hívják ugye ezeket a babákat, hogy Milli. Milli. Már itt van egy fantázia név, Budapesten már egy boltban lehet kapni. Nem tudom, hogy a színészházban már minden lakásban vannak ilyenek. Kevés az megszortad a többieket. Igen, de nagyon érdekes, mert ott is van még, aki rá csodálkozik, és csak most tudta meg például. Tehát, hogy ez is érdekes, hogy ki ez, mikor jut el. Kis, nagyon kis cukik, kis kézbe vehetőek. Egyébként méretben, hogyha valaki nagyobbat kér, esetleg lehet ezzel a technikával? Persze, hát itt tényleg a képzelet szabhatát, a fantázia, akkora méretben készülnek, amekkorában csak szeretnék. Amit én így belőttem méretet, az pont egy ilyen gyerek kézbe való gyerek méret. Azért mégiscsak csodálatra méltó az, hogy te nagyszerű édesanyaként, színésznőként még ilyen csodákat is készítesz, és hát a 24 óra az neked is 24 óra. Hogy fér ez bele? Nem alszom. Konkrétan. Ez nem látszik viszont. Konkrétan, hát egyedül, ugye mi este 10-ig próbálunk, utána érek haza, és akkor ott az éjszaka az enyém, hajnalok, és akkor indul a következő nap. Most a karácsonyi hajtás az nagyon-nagyon kemény volt, konkrétan 2 hétig nem aludtam, tehát így konkrétan. Mindig rácsodálkoznak, hogy mikor és hol, és úristen, mikor van időd erre. Hát olyankor, mert nyilván napközben, amikor van 1-1 óra 2 próba között, azt a lányokkal töltöm.
Talán az, hogy át tudsz lényegülni a színpadon, és szerintem az egyébként biztos, hogy tölt meg, amikor egy picit valaki másnak az életébe, másnak a bőrébe bújsz, akkor az olyan, mintha az nem is a te energiádat vennie, hanem egy ilyen nagyon különleges áldott állapot. Hát azt kívánom, hogy most már magát, azt az alkotást is kicsit kézbe tudjuk venni ott a közel a színpadhoz, amit ott a Móri Zsigmond Színházban készítettek nagy-nagy szeretettel, és hát köszönjük szépen, és minden díjhoz és mindenhez gratulálunk, amit csinálsz, és azért néha aludj egy kicsit. Jó, köszönöm. Kedves nézők, mi még beszélgetünk Noémivel egy kicsit ezekről a babákról, hát ha ad néhány extra tippet az elkészítésükhöz, addig viszont megmutatjuk önöknek, hogy a pumik mennyire élvezik a havat, és hogyan lehet őket lefárasztani. Egy nagyon szép téli napot fogtunk ki, hogy találkozunk Schuller Lászlóval és két pumiával. Kiket hoztál magaddal? Ürgét, a fekete kutyát, és Pletykát, a szürke pumit hoztam magammal. A neveket a tenyésztők adták neki, ezek a törzskönyv nevei. Az Ürge a Gallahegyi Ürge, és a Pletyka pedig a Pilisi Kócos Pletyka, ez két magyar tenyész. Mióta foglalkozol ezekkel a kutyákkal? 5 éve vettem meg első pumimat, akit úgy hívnak, hogy Pumi, ő jelenleg nincs itt. Ő miatta lett ez a szerelem, pumi szerelem úgymond. Az egyik dolog, ami megfogott benne, az az alkalmazkodó képessége, a magas intelligenciája, könnyen taníthatósága és a nagyon erőteljes figyelme a gazdájára, meg nem utolsó sorban a hűsége. Magyar fajtáról van szó, ez szempont volt a választásnál? Igen, nagyon fontos szerepet játszott a választásomban, hogy magyar fajtát szeretnék, ez volt az elsődleges szempont. Utána pedig azon gondolkoztam, hogy kisebb, tehát magyar fajtákon belül is kisebbek. Így 3 fajta jöhetett szóba, a pumi, a mudi és a puli, és végül is a bohókás kinézete miatt a pumit választottam. Ugye a magyar kutyafajták elsősorban munkakutyaként lettek kitenyésztve. Jelent ez valamit a tartásuk és a nevelésük során? Természetesen nagyon-nagyon sokat jelent, ugye ők jelenleg is munkakutyák. Kevés munkájuk van már jelenleg, de tipikusan munkakutyák, tehát ez nagyon-nagyon fontos, aki ilyen kutyát szeretne, hogy az tudja, hogy ő nem egy öleb. Az alkalmazkodó képesség az nagyon könnyen megtanítja őt a modern világba való létre, de nagyon fontos a napi rendszeres mozgás, nagyon fontos az, hogy feladatokat adjunk neki. Jó is, hogy említetted ezeket a nagy mozgásigény és lefárasztásigényt. Ezt manapság milyen sportokkal tudjuk megtenni? Milyen sportokkal, amiben a pumi jeleskedik? Nagyon jó, hogy felhoztad a sportokat. Elég sok sportban kimagasló a pumi, ugye munkavonal miatt is. A agility tudnám felhozni, ahol jeleskedik a frisbee sportokba, a pullerba, de akár bike jerking, ami egy bringás húzó sport is. Tehát tényleg akármilyen kutyasportotba be lehet fogni úgymond a pumit. A puminak az első szempontja az, hogy a gazdájával együtt csináljon valamit. Tehát innentől kezdve szinte bármilyen sportra alkalmazható.
És kinek ajánlod a pumit, mint fajtát? A kutyatartás amúgy is nagy felelősséggel jár, a pumi pedig egy, nem egy egyszerű kutya, tehát nem egy ölep. Tehát aki pumit szeretne, mindenféleképpen nagyon jól gondolja meg, és legyen kellő ideje rá vele foglalkozni. Mert mint munkakutyán révén szó feladatokat kívánja, hogy legyen feladat. Hogyha ezt nem fogja megkapni, akkor talál magának otthon feladatot. Ő nagyon jó feladatnak tartja felásni a kertet, vagy esetleg a cipődet megrágcsálni. Tehát mindenféleképpen az intelligenciáját valamilyen szinten le kell foglalni, és ezek feladatokra járnak. Ezek sok minden lehet, sport, akár otthoni tréning gyakorlatok, vagy trükköket meg lehet vele tanítani, ezeket, hogyha gyakoroljuk, akkor a pumi nagyon jól fogja magát érezni. Az ülfekszik, az már neki egy kicsit különös nasz. De akkor azt elmondhatjuk, hogy szerencsére a mai világban a felelős állattartás és a sport szeretete is egyre népszerűbb, egyre jellemzőbb az emberekre, akkor a pumi az egy remek választás lehet egy ilyen gazdi számára. Így van, ezt nagyon jól mondod, aki sokat sportol, és fontos számára az, hogy mozogjon a természetben legyen, és egészségesen éljen, a pumi nagyon jó társ lehet. És ha már az előző percekben szóba került a sport, akkor ezzel is folytatjuk. Roma Ádám már sokszor sok témában járt nálunk, és megint hozott egy érdekes programot. Szia Ádám, jó estét! Szia, jó estét! Program volt, vagy inkább egy ilyen kihívás ez, amiről most beszélni fogunk, amelynek a neve Fekvő Támasz Projekt 1.2, ha jól tudom. Igen, jól tudod. Igazából a sport mellett ilyen szemléletnek is mondanám, a diákjaimnak találtam ki még tavaly évben, október 16-án, és ez a programnak a második szériája. 3,5 hét alatt 100 000 fekvőtámaszt gyűjtöttünk az első körben. Hú, ez rettenetesen sok, de ebben a 100 000-ben mind benne voltál te is, vagy azért nem mindegyikben? Természetesen nem egyedül csináltam, hanem hát igazából 650-en. Nagyon sok iskola csatlakozott hozzá, híres emberek, országos szinten, illetve megyei szinten is, és hát ugye a lényeges szempont, hogy nagyon sok diák, ez volt a célom. Igazából egy fizikaórán találtam ki ezt a dolgot, fogadtam a gyerekekkel, elbuktam, és így nekem fekvőtámaszt kellett csinálnom a következő órán, és úgy tovább gondoltam, hogy ezt lehetne akár közösségi szinten, és hál' Istennek nagyon lelkesek a csapattagok, és motiválja őket, hogy van egy Facebook csoportunk, és ott rendszeresen írjuk be, hogy ki hány fekvőtámaszt csinált. Úgyhogy hál' Istennek jól sikerült ez a projekt, és hát ugye a második része az még most is tart. Az az érdekes benne, igen, hogy számodra ez egy büntetés volt, sőt, ugye sokszor alkalmazzák, főleg tornatanárok például büntetésből, hogyha tudom én, az osztály nem úgy viselkedik, de akkor fiam, most mit tudom én, 50 fekvőtámasz. Viszont ezt azért megfordítottad, és lett belőle egy ilyen közös kihívás, tehát az eredmény érdekében azt gondolom, hogy tényleg sokan oda teszik magukat, talán még olyanok is, akik mondjuk nem kifejezetten jók fekvőtámaszban. Lehet ebből valamiféle Guinness rekord is esetleg, vagy ez nem célotok? Ez nem cél, meg igazából ugye a becsületességen is alapszik, hiszen mindegyik fotót, vagy igazából videót nem nézem végig, hiszen nem is lenne annyi idő. Itt mindenkinek ugye a saját egészsége miatt kell ezt most elvégeznie, és ugye nekem még az első célom az volt a diákoknál, hogy azt tapasztaltam szeptembertől az iskolában, hogy nagyon sokan a vírusról beszélnek csak, amiről nyilván kell felelősség teljesen, illetve hát mi is sokszor elmondjuk, hogy vigyázzanak, de az élet az nem állt meg, és hát ugye gyerekek születnek, mi tanítunk, ti ugyanúgy dolgoztok, hogy más dolgokról is legyen szó, és nagyon nagy öröm volt számomra, hogy
hogy a szünetekben erről is most már szó volt, hogy épp hol tartunk, erősebb vagyok, és én is szeretnék többen megtenni, úgyhogy igazából elérte a célját. Nem csak diákok, hanem ismert emberek is csatlakoztak ehhez a projekthez. Néhány nevet említs közülük. Az első szériában Drávúc Rita, ő világ és Európa bajnok vízilabdázónő, a nyíregyháziak közül a Nyíregyháza Spartacus vagy a 4-4 Dance, Keszthelyi Nagy Rita, ugye jelenleg is vízilabdázónő, az Újpestnek a játékosa, illetve Garami Gábor, Katus Attila, Deák Bárdos, Európa bajnok birkózó, illetve most a második szériában ugyanúgy maradt a Drávúc Rita, Kovacsics Anikő, ugye a Ferencvárosnak most a játékosa, a bajnokok ligája győztes volt a Győrrel, vagy Ekler Luca, ő para atléta, világbajnok, Európa bajnok. Úgyhogy hál' Istennek sikerült megmozgatni az embereket, és hát tudom, hogy a másik projektemnek, a vendéges projektemnek köszönhető, mert már ezeket az embereket ismertem. És gondolom, hogy azért ez is folytatódik. Annak idején, amikor kitaláltad, hogy akár hát végül is egy-egy videóhívás formájába is be lehet őket ültetni az osztálytermetbe, akkor még vírusról szó sem volt. Ugye általában azért nagyon elfoglaltak, és nem feltétlenül nyíregyházi hírességeket hívtál, hanem az ország minden pontjáról különleges emberkéket. Aztán ez most gyakorlatilag a valósággá vált, úgyhogy most csak ebben a formában tudsz vendégeket hívni. Kik azok, akikkel tárgyalásban vagy esetleg a jövőt tekintve? Pont akit említettem, ugye a Kovacsics Anikóval beszéltem pont egy hete erről, vagy a Keszthelyi Nagy Ritával. A színészek közül például a Szabó Győzővel, tehát van a repertoárban több ember is. Na, szerintem mutassuk meg a nézőknek, hogy miről szól ez. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom, mikor csináltam fekvőtámaszt, most ezt lehet, hogy nem csinálnám, de majd úgy adáson kívül én szolidaritásból googolásokat végzek, jó? Te pedig szerintem egy-két fekvőtámaszt nyomhatsz, hogy azért mi is bekerüljünk ebbe a híres projektbe. Nyilván megpróbálom természetesen. Na, egy ilyen ideális. Nagyon egyszerű, hogy egy, igen? És akkor kettő. Most nyilván. Na, tehát a tízez, én meg akkor szolidat. Googolsz velem egy párat? Igen, akkor úgy kötöd meg. Egy, kettő, három, négy. De te nem googolsz le teljesen. Ez biztos, igaz. Ez a helyes. Köszönjük szépen. Én is. És erre most 12-t már hozzátettünk, ugye? És akkor a műsor hátralévő részében légszomjjal küzdve, ugye kezdő sportolóként. De azért nem volt ez nehéz, reméljük, hogy sokan csatlakoznak még hozzátok. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Kedves nézők, hogyha önök is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, akkor a sport és a közösséghez tartozás is segíthet átlendülni a nehezebb időszakon, de hogy mi segíthet még, azt a következő percekben szakember mondja el. A koronavírus világjárvány fokozott érzelmi reakciókat válthat ki egyes emberekből. Ahhoz, hogy a járvánnyal kapcsolatos mentális megterhelést kezelni tudjuk, elengedhetetlen a pszichológiai immunrendszer megerősítése és a megküzdési stratégiák aktivizálása. Fontos, hogy próbáljunk magunkkal minél türelmesebbek, megértőbbek lenni, és az erőforrásaink fogytával próbáljunk fontossági sorrendet felállítani a feladatainkkal kapcsolatban, azt átgondolni, mi az igazán fontos, és mi az, ami most várhat. Nem feltétlenül érdemes most a maximumra törekedni teljesítmény szempontjából, és akár a maximumot elvárni, úgymond családtagjainktól, gondolok itt akár az iskoláskorú gyerekekre is, mert ez a helyzet, ez egy különleges és kihívásokkal teli időszak, tehát semmiképp sem az ideális körülmények vannak jelen. A pozitív pszichológiai kutatások eredményei alapján a szorongás normalizálása, az úgynevezett katasztrofizáló gondolkodás csökkentése, strukturált napirend kialakítása, felelős hírfogyasztás, hála és együttérzés kialakítása segíthetnek a rendkívüli helyzettel való megküzdésben. A relaxáció, valamint a testmozgás szintén pozitívan hathatnak. A gondolatainkat, érzéseinket képesek vagyunk befolyásolni. Fontos az, hogy a figyelem tudatos irányításával tehetjük ezt meg, és ehhez nagyon jó kezdő lépés az, hogyha elhatározzuk, hogy igyekszünk tenni azért, hogy a helyzetünk változzon, vagy jobbra forduljon, és ez a szándékunk, ez már önmagában mond egyfajta kimozdító tényező lehet az állóvízből számunkra. Ez tehát a kezdőpont alapvetően. Visszatérő hiba, hogy a gondolatainkat, érzéseinket azt meg akarjuk szüntetni, vagy semmisíteni, és minél inkább nem akarunk gondolni valamire, annál inkább ugye
gondolunk rá, illetve érezzük ezeket. Első lépésként érdemes lehet tudatosítani, hogy mit érzünk, gondolunk, mitől félünk, miért szorongunk, és ezt akár le is írhatjuk magunknak, már ezzel is egy kicsit kívülre helyezzük a problémát, és nem a saját belső világunkban hagyjuk, hogy marszangoljon minket. Ezt követően jó, ha igyekezzünk ezt elfogadni, ezt a jelen helyzetet, állapotot és szándékunkat fejezzük ki azzal kapcsolatban, hogy ezen szeretnénk változtatni, és hogy megteszünk mindent azért, hogy ez változzon. Említettem azt, hogy amennyire tudunk, próbáljunk magunkkal türelmesek, megértőek lenni, és a fontosság és sorrendet felállítani az életünkben. Próbáljuk a hangulatunkat, közérzetünket pozitív irányba hangolni, olyan töltő tevékenységeket folytatni, amiben képesek vagyunk egy kicsit akár kikapcsolni, ellazulni, és a gondolatainkat, érzéseinket is pozitívabb irányba befolyásolni. Igyekezünk minél többet pihenni, töltődni, lehetőségeinkhez mérten kapcsolódni olyan emberekkel, akik minket feltöltenek, segítenek egy kicsit a perspektívánkat tágítani, és pozitív irányba hangolnak minket. Én javaslom azért a negatív hírek, úgymond hallgatása, olvasása helyett az, hogy egy picit próbáljunk visszavonulni a belső világunkba, akár olvassunk, hallgassunk zenét. Alapvető figyelemirányítási technikával tudatos és koncentrált gondolkodásmódot alakíthatunk ki, amely azonban erőfeszítés és munka. A szakértő ajánlása szerint érdemes külön időt biztosítani magunknak, hogy új szokásrendszert tudjunk kialakítani az életünkben, amely akár több hónapot is igénybe vehet. Kitartással és gyakorlással azonban hosszú távú eredményeket érhetünk el. Mindig pozitív gondolatokkal nem fogunk tudni bírni, tehát ilyen szempontból is megértőnek kell magunkkal szemben lennünk. Azt gondolom, hogy ami nagyon-nagyon fontos a bármilyen gyakorlattal kapcsolatban, amit lehet alkalmazni a önmagunk kizökkentésére, hogy maga a fejlődés, meg maga a változás, a viselkedésben megfigyelhető változás, az nem egy ilyen konstans felfelé ívelő fejlődési görbe, hanem sokkal inkább egy néha visszaesésekkel és újrakezdésekkel teli folyamat. És pont ezért nagyon fontosnak tartottam én is megjegyezni, hogy azért az új szokások elsajátításához minimum 40, de mások azt mondják, hogy akár 90 napra is van szükség. A pszichológia öngondoskodásnak hívja ezt a képességet, hogy magunkkal próbáljuk úgy bánni, mint hogyha egy számukra kedves baráttal vagy a gyermekünkkel bánnánk, és hogy kezdjük el ezt gyakorolni magunk felé. Mert ha már egy kicsit nagyvonalúbbak, elnézőbbek vagyunk magunkkal kapcsolatban, akkor alapvetően önmagunk támaszai is tudunk lenni, és aztán természetesen ezen az alapon egyfajta önszeretet irányába is elmozdulhatunk, ami mindenképp pozitívan hat a hangulatunkra, egyébként pedig az egészségünkre is. Próbáljuk a figyelmünket azokra a dolgokra irányítani, amire ráhatásunk van, úgymond amit kontrollálhatunk, azok helyett, amiket nem tudunk befolyásolni. Kedves nézőink, fogadják meg a pszichológus tanácsait, csináljanak fekvőtámaszokat Ádámmal, sportoljanak a kutyájukkal, vagy készítsenek tűnnemes babákat. Ezek a témák voltak ma a terítéken, hogyha valamiről lemaradtak, a Kölcsei Televízió magazinok YouTube csatornáján visszanézhetik majd. Találkozunk jövő héten ugyanebben az időben. Kellemes pihenést és jó hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!